Sziasztok, Csirok János vagyok, és ma egy igazi közönségkedvencet, az E3 Plus V2-t fogom bemutatni. Kétség kívül az egyik legjobb árértékarányú hőkamera a piacon. Ha valaki szeretne túllépni a belépő szintű hőkamerákon, ez a kamera remek választás. Bátran mondhatom, hogy a 2021-es év egyik sláger terméke. De nézzük meg, hogy miért szeretik ennyire a vadászok. Először is kitűnő, éles, kontrasztos képe van. A nagyítása és a látószöge pedig vegyes terepen is megállja a helyét. A szenzor 12 mikronos pixel méretű, ezért az optikai nagyítás 2,5-szeres. A látószög 10,5 fokos. Tehát annak ellenére, hogy 25 mm-es a fókusztávolság, leginkább a régi 35 mm-es hőkamerákhoz lehetne hasonlítani. Lényeg, hogy az E3 Plus V2 terepen jól használható kamera. A látószöge kellően nagy ahhoz, hogy erdőben, dombos terepen is elboldoguljunk. De a 2,5-szeres nagyítás a nyílt területeken is hatékonnyá teszi. Az ember alakot 1298 méterről is kiszúrja. Nálunk itt az Alföldön ki is tudjuk használni. A vadisznókat közel 1300 méterig láthatjuk mérettől és környezeti viszonyoktól függően. Szarvasokat pedig akár nagyobb távolságról is. Gyakorlati haszna átlagos vadászember számára csekély. Vadőröknek, biztonsági területen dolgozóknak lényeges, hogy a lehető legnagyobb területet tudják az ellenőrzésük alatt tartani. A látott képet álló vagy mozgóképen is megörökíthetjük. 16 gigás belső memóriával gazdálkodhatunk. A kis felbontás miatt elképesztő mennyiségű felvétel ráfér. Ki kell emelnem, hogy az új típusok már nem csinálnak rontott felvételeket. A korábbi modelleknél 100 felvételből mindig volt 1-2, amit később nem tudtunk megnyitni. Hogy a kalibrálások zavartak be, vagy pusztán nem volt kiforrott a dolog, nem jöttünk rá. Lényeg, hogy az új modellek leszoktak erről. Külön köszönet a fejlesztőknek az új applikáció miatt. Sokkal egyszerűbb, gyorsabb és megbízhatóbb lett. Élmény használni. Azonnal hiba nélkül csatlakozik. Térjünk át a felépítésre. Szerencsére a gyártó nem változtatott a jól bevált dolgokon. Erős ütés és vízálló házat kapott, amit egy ellenálló csúszásmentes gumiréteg borít. Ez a gumiréteg tartós, nem hajlamos a kopásra és csökkenti a zajt is. Nem surlódik, ha ruhához ér és ha odakoccan véletlenül a leshez nem hallatszik el kilométerekre. Az E3 Plus V2 nagyon ergonomikus, minden kézre áll, nem kell semmit keresgetni. Kis gyakorlással a legnagyobb sötétben is könnyedén boldogulunk vele. Ezt a típust is manuális élességállítással látták el, nagyon precízen lehet állítani. Ha szeretnénk kihozni a maximumot a képminőségből, érdemes belenagyítani a képbe és ott beállítani a fókuszt. A különbséget szabad szemmel nem nagyon látjuk, ellenben a tévémonitoron már drasztikus a különbség. Az állatokat több száz méterről is észlelni, sőt azonosítani lehet. A vadakat gyakorlott szem könnyedén felismeri. Egy őzet 5-600 méterig tudunk megkülönböztetni a többi állattól. Hatalmas fejlesztés, hogy a digitális zoom egészen élvezhető lett. Már nem esik szét annyira a kép, mint a korábbi modellek esetén. Ennél a típusnál is a Black Hawk mód vált be a legjobban. Annyi szépséghibája van, hogy képes elvakítani. Azt javaslom mindenkinek, hogy érdemes rászánni az időt és kipróbálni az összes hőkép módot. És ha megvan a legszimpatikusabb, a fényerővel lehet finom hangolni. Arra kell még figyelni, hogy ez évszakonként változhat. Teljesen mást használok mínusz 20 és plusz 40 fokban. Hozzáteszem, hogy a kamera mínusz 20-tól plusz 50 fokig üzemképes. Nem kell félni a fagyástól vagy a túlmelegedéstől. Télen nyilván csökken az üzemidő, de az okos szedben található powerbank megoldja ezt a problémát. Az új V2-es modellek is beépített akkumulátorral vannak szerelve. Az Infirén ma már forgalmaz beépített és cserélhető akkumulátoros hőkamerákat is. Nekem soha semmilyen problémám nem volt a fixakukkal, de hogyha véletlenül mégis gond lenne velük, a boltban könnyedén kicserélik. A V2-esek energiafogyasztása sokkal jobb lett. Ha folyamatosan működtetem, videókat rögzítek vele, 5-6 órát bír. Kíméletes használat mellett akár 7-8 óra is lehet. Nézzük a funkciókat. Ebben a kamerában már megtalálható az egyszerű stadiametrikus távolságbecslő. Véleményem szerint ez igen korlátozottan használható. Jobban járunk, ha még világosban bemérjük a terepet egy hagyományos távmérővel. A fotó és nagyítás gombot egyszerre lenyomva manuálisan kalibrálhatjuk a hőkamerát. Korábban a hőkamerák gyakran és hangosan kalibráltak. Az új kamerák már lényegesen ritkábban kalibrálnak, azt is csendben. Ennek a hátulütője, hogy bizonyos légköri és terepviszonyokat nem kezel tökéletesen. Ilyen esetben manuálisan kell elvégezni a kalibrálást. Egy-két használat után már ösztönösen fogjuk alkalmazni. Nyilván ezt is csak akkor kell, ha a maximális minőségre törekszünk. Ha nem kalibrálunk manuálisan, a gép magától 1-2 másodperc múlva elvégzi a kalibrálást. Összességében véve az E3 Plus V2 egy remekül használható, szerethető hőkamera. Ebben az árkategóriában igen előkelő helyen szerepel. Szerintem nagyon megéri megvenni. Ha megtetszett, keressétek a lejt Szungáriánál.